Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színházzal, könyvbemutatóval, fotókiállítással invitálom önöket egy kulturális barangolásra. Böszörményi Géza verséből született a cím, a Darabokra tépett táj, amely egy kortárs szerző műveiből összeállított verses zenés műsor Trianonra emlékezve. Az előadást az igézőben tekinthették meg a székesfehérváriak. Egyszer húztak itt egy vonalat a folyóra, mégis megmaradt. Azóta itt folyik az a vonal, két part között, és mindent betakar. Nézzel át a folyón, oda át szürkészölden erdőznek a fák. Tudom, hogy neked nem ilyenek, nem egyszerű parti füzesek. A jelenkori magyar irodalom legizgalmasabb szerzőinek és fiatal alkotóinak műveiből összeállított ötállomásos turné öt különböző színházi produkcióval látogatott el Székesfehérvárra az Igézőbe, a Darabokra tépett táj című Trianon pódiumestjével, Talján Marian és Lázár Balázs. Az irodalmi jelen külön száma, egy emlékszám, Trianon emlékszám jelent meg tavaly, és ez az ő felkérésükre készült ez az előadás. Itt 60, körülbelül 60 szerzőt vonultatnak fel. Van benne próza, van benne líra, van benne még egy esszé is. Tehát egy nagyon színes és sokoldalú összeállításról van szó. És az volt a szándékuk, hogy mind a 60 szerzőt vonultassuk fel az esten. Na most nyilvánvalóan 60 darabot ugye nem tudunk összehozni, összeszerkeszteni egy órás vagy másfél órás előadásban, és így alakult ki az a helyzet, hogy öt különböző összeállítás van, öt különböző szerkesztés, amit hát öt különböző városban adunk elő. A szerkesztő egyébként Varga Melinda, József Attila díjas költőnő, aki az Irodalmi Jelen folyóiratnak a főszerkesztője is egyben, és ennek az emlékszámnak a szerkesztését is ő készítette. A háború után vagyunk, ahogy akkor. Anyám menekül az otthonából. Otthonról menekül, haza. A verses zenés műsor az Irodalmi Jelen Trianon emlékszámából válogatva a Kárpát-medence közismert és legfiatalabb költőinek, íróinak soraival, köztük Petőc András, Fenyvesi Otto, Janku Laura, Rakovszki Zsuzsa vagy a címet adó Böszörményi Zoltán gondolataival kalauzol el bennünket a kortárs szerzők a nemzeti sorstragédiához kapcsolódó gondolataiba. Ez egy úgymond rendhagyó megközelítés, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kortárs szerzők műveit mondjuk el, bár volt középiskoláknak való szerkesztett előadás, abban Kosztolányi és Karinti is elhangzott, hogy egy-két klasszikus is megszólaljon, de valóban, hogy ugye hogyan látják a mai kortársak, sok fiatal hölgynek is, például költőnőnek az írása helyet kap itt. Hogyan nézünk szembe ezzel a fájdalommal így 100 év távolából, hogyan látjuk magunkat most, és ami a legfontosabb, hogy hogyan próbáljuk, ugye alapvetően fontos beszélni róla, hogy ez a kollektív tudattalanunkban lévő sok elfolytás, sok fájdalmat ugye kibeszéljük, akkor tudunk ettől a tehertől megszabadulni, és ami fontos, hogy a 21. században hogyan tudunk ebből még akár erőt merítve is a kevesebb, néha több ugye előre tekinteni, és hogy valami pozitív végkicsengést adni ennek a szörnyű történetnek, ami velünk történt Trianonban. És ennek a kerete, mind az öt előadásnak, ugye szó volt arról, hogy öt különböző szerkesztett előadás volt, ez egy kávéházi keret, pont azért, hogy kuplékkal és sanzonokkal is ellenpontozzuk, megerősítsük, megemeljük a kortárs költőknek ezt a sokszínű alkotásait és a megközelítését. Elmúlt rég a tavasz, s a nyár, hóval takart a télitár. Sírva, zúgva süvít a szél, nyomán a múlt életre kér.
A Kárpát-medence minden szegletéből, Kolozsvártól Budapesten át Munkácsig, Dunaszerdahelyig, Elzászig és Szabadkáig született művek előadói rendkívüli méltósággal, személyes hangvétellel, kivételes előadásmóddal tettek hitet magyarságuk mellett a nemzeti összetartozás jegyében. Kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be az Abanovák dosszié című esszégyűjteményt, a kötetben a korszakos festőművész Francia kapcsolatok című pannójának sorsát ismerhetjük meg. A Szent István Művelődési Házban kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be Elsimon László, József Attila díjas író szerkesztésében az Abanovák dosszié című kötetet. A szöveggyűjtemény az Abanovák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról szóló cikkeket és esszéket gyűjtött egy csokorba, kiemelt figyelmet szentelve a magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannó elhelyezésével kapcsolatos vitáknak. Székesfehérvár és Abanovák kapcsolata nagyon viszontagságos. Ez egy nagyon gyümölcsösen indult kapcsolat volt a két világháború között, amikor is úgy döntött az akkori felelős politikai vezetés, hogy a párizsi világkiáltáson kitüntetést kapott francia-magyar kapcsolatokról szóló pannóját Abanováknak a világkiáltás után Székesfehérváron állítják ki. És hát persze ezzel párhuzamosan fontos megrendeléseket is kapott a várostól, hiszen a Szent István évre szép szekkókat rendeltek tőle a Romkertbe és a Városházára is. Tehát egy nagyon pozitív kapcsolat, ami elindult. Aztán ez megszakadt részben Abanovák halálával, hiszen még a háború befejeződés előtt meghalt, és nem tudta befejezni a szekkókat. És elindult egy kávária a szocializmusban, hiszen a végül Székesfehérvárra került pannót nem mutatták be. Pontosabban állandó kiállításon nem szerepelt, hanem eltakarták. A szocializmus időszakában egyszer szinte mozgalomszerű föllángolás volt annak érdekében, hogy ezek a pannók a művészettörténetileg nekik, vagy hozzájuk méltó kiállítást kaphassák meg. De aztán ezt viszonylag gyorsan a hivatalos szervek lekeverték, és a Népszabadságban lejárató cikkek jelentek meg Abanovákról. És a rendszerváltozás utáni időszakban, különösen az első Orbán kormány idején 98 és 2002 között, amikor Sokkömbör az oltán miniszter adott jelentősebb támogatást a pannó restaurálásához, és persze már azt megelőzően megtörtént az eltakart, lefestett szekkóknak a helyreállítása és restaurálása is, mind a Városházán, mind a Romkertben. Ekkor indult el egy újabb vita, vagy egy valóságos nagy vita, cunami annak kapcsán, hogy mi legyen Abanovák életművének és a fehérvári pannóknak a sorsa. Most ez a vita intellektuálisan hol magas söptő volt, hol meg kifejezetten mélyen szántó. Úgy is mondhatnám, hogy értékes, izgalmas vitanyagok és színvonalatlan politikai lózungokat tartalmazó fröcsögések egyaránt jellemzőek voltak erre a vitára. Így, de végül is az egész ország közvéleménynek a figyelmét ráirányította erre a rendkívül fontos életműre, és annak is erre az izgalmas darabjára, amely Székesfehérváron látható. Most azt gondoltam, hogy ez az egész vita megér annyit, hogy egy kötetbe foglaljuk össze, és ez a gondolat akkor érett valóságos cselekvésében, nem amikor Székesfehérváron egy nagyobb Abanovák kiállítás volt, amit végül is hosszasabb vita után én nyitottam meg, és ott összefoglaltam azokat a művészettörténeti problémákat, amelyek gyakorlatilag a szocializmus óta velünk értek, és amelyek rámutattak arra, hogy a szocializmus ugyan véget ért, de a szocialista művészek kritika hegemóniája az nem ért véget. Legfeljebb liberális köntösbe bújt. És ez a komoly probléma, amely a mai napig jellemzi a művészettörténeti írást és a közéletünket, vagy a művészetről való párbeszédet, ez ösztönzött arra, hogy gyakorlatilag a vita elejétől fogva mostanáig a legfontosabb írásokat és dokumentumokat összegyűjtsük, és egy olyan dokumentum kötelben, egy olyan szöveggyűjteményben tárjuk a nyilvánosság elé, amely alkalmas arra, hogy a vita szűkebb tartalmán túlmutatóan is bemutassa ennek a kérdésnek a
a kulturpolitikai dimenzióit. Bakonyi István a találkozó moderátora megerősítette, a jelenkor egyik nagy adósságát törlesztik ezzel a kötettel, hiszen Abanovák Vilmos pannójának művészeti értékéről és elhelyezéséről 7 évtizede folynak szakmai és kulturpolitikai viták. A nagy életművek alkotói körül szokott vita lenni, gondoljuk Ady Endrére például, máig sokat vitatkoznak Ady költészetével kapcsolatban, vagy a publicisztikával kapcsolatban. Persze Abanovák helyzete más. Ez a könyv azért fontos számomra, mert rendkívül korrekt, rendkívül, ha úgy tetszik, objektív, mert mindegyik oldal véleménye teret nyerhet benne, és ugyanakkor a művészet történet és az esztétika szempontjait sem nélkülözi. Ez azért fontos, mert azt hiszem, nem értek a festészethez különösképpen, és Abanovák életművét sem ismerem oly mélységben, mint kéne, de azt hiszem, hogy itt nem esztétikai elvek mentén folyt a vita elsősorban, hanem a politika szólt bele nagyon sokszor ennek az életműnek a tárgyalásába, vagy értékelésébe. Itt Fehérváron meg különösképpen is így volt ez, hiszen emlékszünk arra, amikor a még le volt messzelve a Szeko a Romkertnél, vagy a Városházán, és akkor a rendszerváltás idején viszont egy új időszak következett, ilyen szempontból is, de úgy látszik, hogy az a 20 évvel ezelőtti nagy vita hullám, ami egyébként a Fejér megyei hírlapban is látható volt, meg az Árbuszén folyóiratban és sok egyéb fórumon is, ez azt hiszem mindmáig nem csitult. Az est vendégeként Péntek Imre is kiemelte, a pannó elhelyezésével kapcsolatos vita részletes feltárásán keresztül világossá vált, hogy pótolni kell az adósságot, és az esztétikai ürüggyel, valamint kiállításrendezési és múzeumszervezési indokokra hivatkozó elzárt kép együttest méltó módon kell bemutatni. Akkoriban mi nagy tétként éltük meg ezeket a hónapokat, ami arról szólt, hogy fölállítják a pannót, avagy nem állítják fel a pannot, és hát Subka Magdolnával való ismeretségünk, barátságunk, ezt is talán mondhatom, azt sugallta nekünk, hogy ez egy fontos nemzeti ügy, hogy a városnak ezt a hagyatékát kapjuk meg, és méltó helyre fel tudjuk állítani, mert a művész, az építész, Schmidt Ferenc, és sokan mások azt szerették volna, hogy ez az eredeti elképzelések szerint megvalósul. Ki gondolta azt, hogy ekkora erők vannak a múltban is, meg a jelenben is, amelyek ennek a megakadályozását, hogy mondjam, megteszik. Tehát ez a panna ott volt a... Nem azt mondom, hogy befalazva, mert ugye ezt is száfolták sokan, nem volt befalazva, de el volt rejtve, és el volt takarva a nyilvánosság elől. És mi azt gondoltuk, amikor még egyszer mondom, a felállítás a szóba került, hogy ez most az eredeti elképzelések szerint megvalósul. És meglepve álltuk, hogy egyre újra, tehát mit látunk, azt, hogy politikai küzdelmet ebből a szakmai kérdésből. És hiába gondoltuk mi, hogy ez részben várostörténeti, a múltnak egy részét képezi, ennek a Franciaországban, Párizsban nagy díjas pannónak a felállítása. Hát a Picasso azt mondja valamire, hogy jó, akkor mi mondjuk azt, hogy ez nem jó. A könyvemutatón megerősítették Abanovák Vilmos korának korszakos jelentőségi festőjének Székesfehérvárhoz fűződő viszonya. Az ehhez kapcsolódó írások, cikkek, interjúk és esszék fontos szerepet kell, hogy kapjanak a művészettörténet oktatásban, valamint a székesfehérvári helytörténet megismerésében is. Páratlan város és fotótörténeti emlékkiállítás nyílt az Országzászló téren. Kabáci Szilárd, a Pillanat, a Fény és az Árnyék mesterének munkáit október 15-ig láthatják az érdeklődők. Gözögő aszfalt füstölgő gyárkémény, macskát kísérő rendőrkacér mosolyú nők, Vörös Sándor idézetek, Székesfehérvár 60-as, 70-es éveit megidéző retro kiállítással emlékeznek a Szent István Király Múzeumban a 2004-ben elhunyt Kabáci Szilárd fotóművész születésének 90. évfordulójára, egyben munkásságára. Voltak, mert ezt nyugodtan el lehet szerintem mondani, egyfajta
ragaszkodásai a Szilárdnak ahhoz a rendszerhez, amiben élt az életének a nagy részét leérte, de egy dolog biztos, hogy rendszerek ide, rendszerek oda, ő viszont látott. A Kabáci Szilárd volt az, aki látott. Nagy Zoltán Péter a Fejér megyei Hírlap főszerkesztőjének visszaemlékezésével nyílt meg a város életére jellemző műtárgyakkal fűszerezett kiállítás. A Hírlap vezetője személyes élményein keresztül idézte meg egykori mestere, egyben példaképe, a Potók alkotója Kabáci Szilárd munkásságát. Olyan Kabác is az egész, de hát adja magát. A Szilárdnak a képeit meg lehet ismerni, és hogy jól megfigyelitek, a Szilárd lárpapírra dolgozott mindig, azért, hogy a részletek a fénynek és az árnyaknak volt a mestere. És azt hiszem, hogy egész életében így volt, ilyen volt. Én személy szerint kimondottam, szerettem őt és csodáltam őt. Ezek olyan jellemző fehérvári, illetve az élet demonstrációjára szolgáló fotók, mutatványok, amit tényleg a Váci pont akkor elkapott, illetve nem megismételhető. Én Józsira gondolnék például, aki a másik kedvenc képe. Ezek pedig már Miszlai Zsolt a kiállítás kurátorának szavai, aki a rögtönzött tárlatvezetés során azt is elmondta, hogy a fotóművész születésének 90. évfordulója alkalmával az előző évre tervezett kiállítás többek között üzemi képekkel, város és művészi fotókkal, illetve a gyermekkortól egészen az időskor ábrázolásáig egyfajta összképet ad Kabáci munkásságáról, egyben a város akkori életéről. Egyfajta fotókiállítás ugye, másrészt egyfajta helytörténet. Bevezető kiállítás, aminek a folyamánya lesz majd a rendházban megnyíló helytörténeti kiállításunk. Attól függetlenül ez a 90. év azért volt fontos számunkra, tehát a születésének Kabácinak, hogy mégiscsak megemlékezzen a város, illetve a múzeum is Kabáciról. Milyen tematika mentén állították össze a kiállítást? Retro kiállításnak neveztük el, ugye Fehérvár Retro a címe. Ez a 60-as, 70-es évekbeli, főleg aktív időszakát öleli fel Kabácinak, de maga a tematika az úgy zajlik, hogy nem csak a művészi képeit ábrázoljuk, hanem magát a városról készült képeit is bemutatjuk, és így végül is egy összhangot kap a látogató arról, hogy városkép, művészi kép, ahogy tetszenek látni itt a gyermek, ifjú, tehát portréképeket is sorakoztattunk, illetve Fehérvárra jellemző korabeli, tehát a 60-as, 70-es évekre jellemző műtárgyakat is kiállítottunk. Miben rejlik az alkotó munkásságának a különlegessége? Mi adja a képek csimboraszóját? Igazából maga az, hogy Kabácin olyan fotóművész volt, ugye, de hát ezt valószínű, hogy mindenki tudja, hogy a pillanatot rögzítette. Igazából, hogyha egy-egy képre ránéz valaki, akkor magát a pillanatot, egy sugárzó mosolyt, egy gyönyörű utcarészletet, illetve egy... Tehát bármilyen munkásnak a hétköznapjait visszatükrözi, úgy, mintha belenéznénk a tükörbe. Székesfehérvár önkormányzatát Lerner Zsolt alpolgármester képviselte, felidézte a művész életének fontos mozzanatait, állomásait, illetve köszönetét fejezte ki a múzeum vezetésének és kollégáinak azért, hogy az Összetartozunk című kiállítás megnyitása után 2 héttel ismét egy értékes és érdekes tárlattal rukkoltak elő. Egyrészt Kabáci Szilárd fotó, művész, fotóriporter emlékelőt tiszteleg a város, illetve a Szent István Király Múzeum. Ugye tavaly lett volna a művész úr 90 éves. Másrészt pedig egy retro kiállítást látunk egy fotókból, nem csak a városképekről, hanem életképeket látunk, szépségideálokat látunk a 60-as, 70-es évekből, szó minden jó és rossz értelmében. Meg magát a hangulatot, hogy vajon sokszor azt halljuk, és azt gondolják, hogy ezek a boldog békeidők voltak, amikor mind nagyon nagy volt a biztonság, létbiztonság, ugyanakkor azt látjuk, hogy azért számos átalakulással jártak ezek az évek.
látjuk a sivár lakótelepeknek a megjelenését. Ezek a lakótelepek azóta szerencsére zöldelnek, nagyon sok bokorfa ültetés lévén, úgynevezett egy élhető, meg egy oázissá váltak jó némelyik. Én például palotavárosi vagyok, tehát azt tudom, hogy akár a Petőfi Parkról, akár a Központi Parkról beszélünk, azért látom, hogy nagyon-nagyon sokan járnak ki a 2000-es évek után, illetve napjánkban a 21. században. De ugyanakkor a másik énemben meg benne van, hogy a piactér oldalában, a régi házsorban, még kisgyerekként, hogy milyen nagy öröm volt, milyen nagy ünnep volt, amikor a Bessei néninél kaptam egy-két gombóc fagylaltot, tehát azt tudom, az is egy nagy élmény volt. De összességében én azt kívánom, én azt szeretném, hogyha az új generáció, jelen generáció eljönne a kiállításra. Nyilván az idősebbek nosztalgiázni egy kicsit, a fiatalok pedig egy kis időutazásban tudnának részt venni. Külön kiemelném itt a kiállításnak a nem a város képekkel, illetve az életképekkel, hanem a művészi portrék vonatkozásában a Kabáczi Szilárd képeit. A közel 70 darab fekete-fehér képet, emellett várostörténeti tárgyakat és kisfilmeket felölelő tárlat október 15-ig az érvényben lévő járványügyi előírások betartása mellett a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületének nyitvatartása idején látogatható, illetve a múzeumok éjszakáján egyfajta kuriózumként külön tárlatvezetést is tartanak majd a közönségnek. Megnyitotta kapuit a Csajági Laura színpad is. Kápolnás Nyéken a Kövek a zsebben című darabot láthatták a színházbarátok Rudolf Péter és Kállói Molnár Péter alakításában. A londoni West End díjnyertes darabja a Kövek a zsebben nem véletlenül hódítja meg szerte a világon a szakmai és a nagyközönséget egyaránt. A kulisszák mögé kalauzol el bennünket, egy amerikai filmforgatás kellős közepén találjuk magunkat Írországban. A fergeteges folytatást a két főszereplő, két statiszta biztosítja, akik úgy mesélik el a történetet, hogy a forgatáson megforduló összes karaktert, férfit, nőt, válogatás és kegyelem nélkül maguk keltik életre. A két bravúr szerepet Rudolf Péter és az elmúlt 20 esztendő egyik legeredetibb tehetsége Kállói Molnár Péter alakítja, aki a darabot is fordította. A madár, az apró kis bogar. Minden csárni. Istenem, minden olyan, olyan, Istenem. Nem voltak kérdések bennem, tehát amikor én ezt az eredetiét két ír színésszel Londonban megnéztem, én már szünetbe tudtam, hogy a másik színész az Rudolf Péter lesz, tehát ez az ő szerepe. Úgyhogy igazából tulajdonképp abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy konkrét színészre fordítottam is már a történetet. Nyilván megvoltak a nehézségei, mert azért rengeteg ilyen Irish ír dolog volt benne, tehát ott azért néha kellett segítséget kérnem, meg utána néznem egy-egy kifejezésnek, de azért alapvetően nagyon nagy élmény volt, hiszen egy olyan hölgy írta ezt a darabot, aki maga is filmes dramaturg, tehát benne van ebbe a világba, úgyhogy hitelesen és szellemesen mesélte el a történetet. Az országban jószerivel már mindenütt bemutatásra került ez a darab. Én azt gondolom, hogy most már lehet óriási kívás ennek ellenére, hiszen itt 30 szerep körülbelül. Igen, de a teljes szereposztás itt van, az már nagy dolog. Hát ugye ketten játsszuk mind a 30 szerepet. Attól kihívás, hogy nincs egy pillanatnyi szünet sem. Tehát itt, ez nem olyan, mint egy klasszikus színház, hogy az ember kimegy, van egy kis szünete, átgondolja, és koncentráltan belép, hanem ahogy ezt az előadást elkezdtük, akkor ez a 30 figura ide-oda, csiki-csukiba, itt ez folyamatosan és egyik pillanatról a másikra változik, tehát itt azért kell a szöveget rendkívül magas szinten tudni, mert nincs idő a szöveggel foglalkozni, meg hogy melyik karakter jön. A percenként, néha másodpercenként átváltozó szereplők akciója mögött felsejlik a mai Írország vallási, etnikai, politikai kétarcúsága, a tradíció és az elkerülhetetlen amerikanizálódás közötti vergődése. A pillanatonként átváltozó szereplők sokat elárulnak a kis emberek sorsáról a nagyvilágban, humor, tragédia,
és rengeteg improvizáció segítségével. Nézd meg, az Extravision-nek legalább egy tucat a Charlie, nézd meg, egy multiplex, micsoda választék van, Charlie. Egy idő után aztán nem mondták. Ne? Nem jöttek. Én meg egyik reggel fölébredtem, körülnéztem, na mondom, basszus, ez az életem, rakás, idejét múlt film, szépen fogtam magam, bezártam a boltomat, sátramat be a csomagtartóba, és irány Írország! Próba folyamat maga az élvezet, de egy ilyen típusú előadásnál több idő kell, amíg egy játékrendszer kialakul, hiszen itt nem tudom, nem számoltuk még össze, de szerintem legalább 20 szerepet játszunk, így fejenként 10 biztos, ebből a 20 összejön. És itt amíg a néző fölveszi a játékrendszert, amíg megérti, hogy mi a logikája, az nyilván egy idő, minél gyorsabb, annál jobb. De amíg mi magunk ezt kitaláljuk, hogy a váltások hogyan születnek meg, hogy az tiszta képlet legyen, de szájbarágos se, az valóban egy átlagpróba folyamathoz képest hosszabb időt igényel. Aztán amikor az ember már rájön arra, hogy egy-egy mozdulatsornál bátran bele tud váltani figurából figurába, és a néző nem zavarba jön, hanem élvezi ezt a, és élvezi ezt a tényt, hogy fölismeri, hogy mi a játéknak a logikája, az hosszabb idő, mint egy sima próba folyamatban. De akkor már lehet benne lubickolni, mondom én. Ez így van, de hát az elején az ember még nagyon izgul, mert azért egy hagyományos előadásban, ahol bejövök, leülök, magam elé veszem a tányért, és elkezdek kanalazni, ott nyilván más, ott a ritmus mindig fontos, és nyilván nem érdemes összehasonlítani próbafolyamatot és próbafolyamatot, de nyilván ott a szerep és az írás belső logikája magától viszi előre az eseményeket, ami aztán vagy jól, vagy rosszul sikerül. Itt több az izgalom, mert az ember elvárja, vagy reménykedik, fogalmazunk így, elvárja, hogy ugyanaz a játékosság a nézőben is ott van, mint ami az előadásban ott van. Ha kettő nem találkozik, az kellemetlen, de tekintettel arra, hogy 400, nem tudom, hanyadik előadást játszunk, az most már szerintelenség nélkül állíthatjuk, hogy ezt szeretik az emberek. Hadd szóljak hozzá! Ez a jó fülbevaló! Simon, mondja Csillagy. Már is kihoz a medemet? Ne, az hideg van. Külön is utál várakozni. Na de miért kéne várnia? Ja, Adam szemszöge a kamera, akkor Adam most nem is kell ide, leesett. Adam majd akkor kell, amikor Julia ott hagyja a felbőszült tömeget. De ez a következő jelenet, mókuska. A teltházas előadáson a nézők nem csalódhattak. A két kiváló színész mintegy 30 szereplőt formált meg, a tönkrement videókölcsönzőt, a csóró munkanélkülit, az ambiciózus első asszisztenst, a butácska, de csinos harmadik asszisztens lánykát, de felismerhettük a sikeres amerikai mozisztárt és az akcentus specialista beszédtanárt is, az ír helyi legényt, a skót nehéz fiút, a helyiekkel szót nem értő angol rendezőt és a falusi tanárembert egyaránt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!